Na, sziasztok! Ha már nem tudom, milyen csomag érkezett nekem. Na, úgy képzeljétek el, hogy ezt nem én rendeltem, ezt ajándékba küldte valaki, méghozzá Gábor Írországból. Néztem, hogy rá van írva, hogy Dublin. És csiptetős mikrofon van benne. Na, kíváncsi vagyok egyébként. Mindig jó jön az új. Kíváncsi vagyok, hogy Hands-free universal fitting iTech Multimedia Microphone Suitable for Internet, alkalmas internetre, multimédia mikrofon, compact clip-on design, suitable for internet, phone and video conferencing, tehát alkalmas internetre, tehát telefonás és videokonferenciára. Ez jó lenne nekem, mert akkor Skype-on nem kell, ha működne, mert akkor Skype-on nekem nem kéne azt csinálni, vagy illetve Hangouts-on, ugye, amit már mostanában szoktam, hogy ezt a nyakamba akasztom. Na, vagy már vezeték kávé pohár körül. Ugye úgy szoktam, hogy ezt itt csak a nyakamba aggatni, azt így a szám elé hajtani. Nem a legjobb, ugye? Felként tenni a fűre, csak akkor meg a hülyén néz ki. Egyrészt hülyén mutat a videóba, másrészt akkor nem hallom, mert én a hangfalon szoktam hallgatni a ellenfél szövegét, és ezt azt úgy nem szeretem, ha így be van tapasztva a fülem. Viszont ez, amivel most a felvételeket készítem, ez nem működik, mint tehát, mint ilyen kommunikációs mikrofon, és hogyha ez működne, az alaplapi hangzsugával, bocs, meg olyan összeszedetlen vagyok, de most keltem fel. Egy fél órájába, az meg mindjárt 2 óra. Én azt mondom, jövő héten átállunk izére nyári időszámításra, akkor 3-ig fogok aludni. Na tehát, hogyha ezt be tudnám fogni, akkor jó lenne, mert ezt is csak így feltűzném magamra, és akkor videókban az úgy elegánsabb lenne, meg kényelmesebb. Hangminőségét majd le fogom tesztelni a diktafonnal. És na, ennek ilyen csiptetője van. Ilyen kis műanyag. Hát lehet, hogy gallérre lehet csiptetni, és akkor sima jackes. Nem látok mondjuk a béli különbséget, hogy és a mikrofon zajvédő szivacs az vagy rá van applikálva, hát úgy látom, hogy leszedhető. Így néz ki a kapszulája, egy oldalt rá van rögzítve. Nem tudom, mennyire látszik így makróba, azért nem nagyon lehet GoPro-zni. De ugye a szivacs az azért kell, hogy popfilterként funkcionáljon. Na, akkor megnézzük, hogy milyen hangja van. Először is én bedugom ezt a ennek a helyére, az alaplapi hangkártyába. Hát nem túl hosszú izéje van neki. Mások hogy szokták? Hát ezt, hogyha én bedugom a izébe, a gépbe, akkor még körülbelül se ér el a idáig. Ugye? Ugye? Hogy is van ez? Na most én nem látszok, de... Mert egyébként a másik az... Tehát ha felvételre akarnám használni, akkor az úgy nem üzemel. Itt vagyok, csak hát... Ez az meg kurva rövid kábel.
De ezt hogy találják ki egyébként? Hogy ilyen rövidre csinálják? Hát ezek a hangkártyák, ezek a gépházatnak a hátuljában vannak. Tehát... Ezzel így hanyat feküdni nem lehet meg semmi, mert... Ájtech, vagy akkor vegyek hozzá egy izét, na hát először megnézzük, hogy működik. Elindítunk egy Audacity-t. Ugye meglátjátok. Itt van az Audacity, és akkor felvételi eszköznek ezt a Microphone High Definition Audio-t ezt állítom be. Elindítom a felvételt, és nem vesz fel semmit se, csak a brummot. 1, 2, 3, 4, van a keverő, bassz meg. Hát ez a másikkal is a baj, tehát a normál mikrofonnal, azt mondja, rögzítő eszközök. Mikrofon. High definition, alapértelmezett eszköz, másik mikrofon nincs csatlakoztatva, konfigurálás, beszédélvény konfiguráját a fél, tulajdonságok, figyelés, jelszintek, van rajta plusz 30 decibel erősítés, úgyhogy ennek üvöltenie kéne, mint az állat. És semmi meg se nyikkan. Ugye? Na, hogyha elindítok egy, mondjuk egy Hangouts-t, akkor megnézzük, hogy abba működik-e. De hát miért működne? Ugye, hogyha Audacity-ben nem lehet vele felvenni. Jó, most kamerám nincsen. Akkor azt mondja, hogy beállítások. 1, 2, 3, ez meg se nyikkan, 1, 2, 3, szóval. Ez izének nem működik, tehát annak nem működik, aminek meg van hirdetve. iTech Multimedia mikrofon alkalmas internetre. Great way to keep in touch. Hát, sajnos. Köszönöm szépen, Gábor, de ez így ebben a formában ez nem működik. Tehát, és én megnézhetem Skype-on is, de nem megy be, tehát nem megy be hang. Hát egy izére tudnám használni, diktafonhoz. Tehát mondom egyébként nem azért, mert hogyha működne, akkor itt az Audacity-ben már meg kellene neki jelennie. Tehát. De nem jelenik meg semmilyen hang. Mit vett fel? Zajt vett fel szerintem. Azt meg lehet hallgatni. Tehát ennyit volt képes felvenni, szegényke. Nem többet, és mondom egyébként, baromira rövidös, hát hogy lehet így Skype-on? Most ülök az asztalnál, azt akkor, ja, eddig ér. Nem tudom. Na, kihúzom, és akkor meglátom, hogy ehelyett viszont, aminek kurva hosszú a zsinója, hogy mennyire lehet használni. Ha megnézem még egyszer, mert úgy tűnik, hogy rosszul volt bedugva. Azt mondja, hogy nem volt bepattanva. Na nézzük már meg még egyszer. 1, 2, 3,
Oké, most megy be a hang. Na, most úgy tűnik, hogy ez működik. Mindjárt meghallgatjuk, hogy milyen neki a minősége. De még akkor mindig itt van a, hogy hívják, a rövid zsinór okozta probléma. De azt mondjuk egy hosszabbítóval meg lehet oldani, hogyha maga a mikrofon jó. 1, 2, 3. Oké, most megy be a hang. Na, most úgy tűnik, hogy ez működik. Mindjárt meghallgatjuk, hogy milyen neki a minősége. Hát meglepően jó a minősége. Meglepően jó. Na, nézzük, hogyha ide csiptetem mondjuk Gallérre, ugye, ahogy szokták, akkor milyen hangot tud felvenni? 1, 2, 3, télen, nyáron, ugye akkor már erősíteni kell rajta egy picit itt a rögzítő eszközök, mikrofon, tulajdonságok, jelszintek, akkor adjunk rá neki 100-at, ugye? És akkor így most már megnő a hangere, ugye, mint látszik szépen, gyönyörűen megnőttek a hanghullámok, így most már szerintem egész jó használható kommunikációra. Na de nézzük így a hangminőséget, hogy a állam alatt van a mikrofon. Akkor adjunk rá neki 100-at, ugye? És akkor így most már megnő a hangere, ugye, mint látszik szépen, gyönyörűen megnőttek a hanghullámok, így most már szerintem egész jó használható kommunikációra. Na de nézzük így a hangminőséget, hogy a állam alatt van a mikrofon. Hát szerintem internetes telefonálásra megfelel, bár rettentően iszonyatos zajos. Még ennél is zajosabb. Nem tudom, hát lehet, hogy meg fogom oldani ennek a hosszabbítását egy egyszerű hosszabbítóval, egy hogy mondják, egy male-female hosszabbítóval, mert mondom, ezzel próbálkoztam már régóta, de ez ugye nem kapja meg a tápot, a tápellátást arról a mikrofon bemenetről. Hát most ugye diktafonnal veszem fel, akkor megkapja, de ugye onnan nem tudja leszedni, és így például skype-olásra használhatatlan, vagy hangoutolásra. Ez jó lenne, annak ellenére, hogy kurvára zajos, iszonyatosan zajos. Viszont egyelőre olyan rövid neki a kábele, hogy ehhez mindenképpen kell egy hosszabbított barkácsoljak, ha nincsen nekem, de nincs nekem ilyen jack-jack hosszabbító. Majd veszek egyet az eBay-en. Tudom, 300 forintért, azt jó lesz az szerintem. Na, köszönöm szépen ezt a mikrofont. Ha meg lesz hozzá hosszabbít, akkor Hangouts-ba ezt fogom használni. Na. Ma jönni fog a nővérem, itt lesz egészen vasárnapig. Nem tudom. Még vasárnap is itt lesz, majd szerintem majd hétfőn megy vissza haza. Kis bére. Úgyhogy most ilyen családi nagy-nagy-nagy-nagy beszélgetések lesznek, úgyhogy nem tudom, hogy lesz a hétvégén vlog, mert ritkán találkozunk, aztán ritkán tudunk beszélni egymással. Na, hát ez most ilyen kivételes dolog. Úgy látom én, hogy szerintem ezt a mikrofont fogom használni a spes helyett. Méghozzá azért, mert még egy kis gél. Több okból is
Ezt ugye azt csak kívülre tudtam rögzíteni a ruhám, ugye, mert hogyha ide tettem az állam alá, akkor szarul szólt. Tehát szar volt a karakterisztikája, ilyen közelről, ez pedig így is jó felvételt csinál. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy mivel rövid a vezetéke, nem kell fölöslegesen felcsűrni, felcsavarni. Három pedig, hogy pipa jack a kábel vége. Ezért, ha berakom a zsebbe a diktafont, nem törik meg annyira. Ez már így mindösszesen jobbá teszi a spestő. A hangerővel az a bajom, mint a spessel is, ugye, hogy most a low-ra van állítva a diktafon, ugye az alacsony jelszintre, mert hogyha a közepesre állítom a médiumra, akkor túlvezére. Tehát akkor annyira hangos, hogy túlvezére, ha meg low-ra állítom, akkor meg ugye kicsit alulvezérelt lesz a felvétel. De szerintem így most már egészen elfogadható. És akkor meg sincs az, hogy így lóg a vezeték a ruhán, mit tudom én minden videóba ide kell csiptetni. Ugye, mert az olyan nem túl szép. No. Ilyen hangja van. Most ezt ezzel veszem, ezt a snittet, ezt a jelenetet. Már csak azért kapcsoltam be újra a kamerát, hogy lehessen hallani, hogy... És ezen semmi ízét nem kell, bazd meg, equalizer, hogy kivágjam belőle a mélyet, mint a spesből, ugye ki kellett vágjam a 100... mennyit? 125 hercet. Meg emelni kellett a magasán. Ezen nem kell. Ez így is úgy szól, ahogy kell. Semmi ízét. Erősíteni lehet rajta, de más nem. Na. Csak kár, hogy a spest nem lehet használni olyan dolgokra, hogy például tényleg így izére skype-olásra. Mert mondom, a tápot nem kapja meg az alaplapi hangkártyának a mikrofon bemenetéről. Tehát meg se nyikkan. Ez igen, csak ez meg rövid, ahogy mutattam. Viszont ez van olyan jó, hogy szerintem megéri egy izét hozzávenni. Egy hosszabb bitókábelt, úgyhogy megyek is, keresek az eBay-en hozzá egy hosszabb bitót. De ez a mikrofon nekem nagyon bejön. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm Gábornak, hogy gondolt rá.